14 napirendi pontot tárgyalt Domovár város önkormányzatának képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával. Az ülés gerincét a 2023-as év költségvetése adta, mondta el a város polgármestere. Az idei évben is az egyensúlyra törekednek. Azt gondolom, mint Magyarország minden önkormányzata februárban a költségvetés adja a képviselőtestület ülésének a gerincét, hiszen azért évről évre vívódunk, hogy egyensúlyba tudjuk tartani működésünket. 2023-as év is ilyen szempontból nagy kívásnak ígérkezett, hiszen a megnövekedett dolgi kiadások ellensúlyozására kellett kitalálni azt a forrást, amelynek mentén nem sérülnek a tervezett beruházások, és azok is meg tudnak valósulni. Nyilván öröm számomra, hogy egy egyenleget tudtunk biztosítani. Nyilván az is öröm számomra, hogy a kormányzati támogatás menet közben a rezsi csökkentésre megérkezett, és ami ennél sokkal nagyobb öröm számomra, hogy azok az intézkedések, amelyek tavaly hoztunk, nyilván mindenkit arra ösztökéltek, és ebben partner volt civil sportszervezet és intézményeink is, hogy azt a költségvetési görbét, amely meg lett számukra határozva, nem lépik túl, és nagyon hatékonyan üzemeltetik a rábízott javakat. Természetesen örömhír volt, és be is számoltam már Dombavár lakosságának, hogy a közvilágítás szűkítésére nem fog sor kerülni, és az összes lámpatest világítani fog, ha csak a szombathoz hasonló vihar be nem kavar. Tehát az önkormányzat 2023-ban ezzel a témával már nem kíván foglalkozni. Az idei évre tervezett, saját forrást igénylő beruházásokhoz szükséges összegeket is belekalkulálták az idei költségvetésbe, hogy megvalósíthatóak legyenek a tervezett projektek. Emellett a sportkeretet 40 millió forintról 50 millió forintra sikerült felemelni, ezt az összeget tudják majd szétosztani az egyesületek között. Az összadánkat nem zártuk be tavaly, és az idén sem kívánjuk bezárni, hiszen több mint 100 fiatal veszi igénybe nap mint nap, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az intézmények működjenek a Szuhai Sportcentrummal egyetembe. Természetesen 2023 évre saját erős beruházásokat is terveztünk, ezeknek a forrását megpróbáltuk úgy oda allokálni, hogy ezek tényleg meg tudjanak valósulni, és elégséges forrás álljon rendelkezésre. Kiemelt szerepet töltenek be a város életében a sport és a civil szervezetek, és az ő támogatásuk is számunkra kiemelt feladat. Nyilván az a 2020-ban megfogalmazott szándék és akarat, amely megvan töltve mára már tartalommal, hiszen életre hoztuk a civil és a sporttanácsot is, hogy az önrendelkezési jog minden szélesebb körben tudjon működni. Nyilván nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ez az önrendelkezési jog sikeresen működjön, ez nekünk forrást kell biztosítani, hiszen forrás nélkül nem tud működni sem civil, sem sportszervezet sem. Örömteli, hogy 2023-ban a sportkeretet 40 millió forintról fel tudtuk emelni 50 millió forintra, és a civilek tekintetében a kiemelt civil szervezetek támogatását is tudjuk tartani, a kisebb civil szervezetek számára pedig ugyanazon keretösszeggel kerül kiírásra pályázat, mint tavaly, és nyilván ami tavaly első körben hoztunk döntést a civil tanács működésére is, eseményeik finanszírozására, azt az 1 millió forint keretösszeget most is a rendelkezésükre tudjuk bocsátani. Egész biztos, hogy évközben ezen a költségvetésen kell majd módosítanunk, hiszen az elmúlt két év tele van kihívásokkal, de azt gondolom, hogy mindig rugalmasan, gyorsan és hatékonyan adtunk választ a kihívásokra. Természetesen minden nap kell, hogy foglalkozzunk likviditási helyzetünkkel, de három év táblatában el tudom mondani, hogy 2021-22 után 23-at is úgy tervezzük, hogy felszámla hitelkeretet nem kívánunk igénybe venni. A képviselőtestület egy terület eladásáról is döntött az ülés alkalmával. A Lucahegyen található mobiltelefon toronyhoz tartozó területet értékesítik. Ez a torony térségben élő lakosság érdekeit és vállalkozások érdekeit szolgálja, hiszen egy mobiltelefon társaságé. Ők a tulajdonviszonyokat már régóta szerették volna rendezni. Ez a helyi építési szabályzatunkat módosítani kellett, és nyilván miután a testület nem zárt ülésen tárgyalta, honlapunkon fel van töltve, semmiféle üzleti titkot nem árulok el, hogyha elmondom, hogy a 200 négyzetméteres területet a mobil szolgáltatónak 14,5 millió forintért kívánjuk értékesíteni, és ez az értékesítés az adásvételi szerződés mentén a ma született testületi határozat alapján a közeljövőben meg is fog születni. Nyilván itt az ingatlan értékesítések kapcsán tele lehetünk kérdőjelekkel, hiszen mindig az a vád ér minket az ellenzék oldalán, hogy elkótyavetjéljük a város vagyonát. No, ez a történet ez nem most kezdődött. Ez oda nyúlik vissza, amikor az önkormányzat tulajdonos lett ennek a vagyonnak, és a rábízott vagyontárgyal, hogy gazdálkodott, hogy volt annak jó gazdája.
2019-ig az önkormányzat ezeknek az ingatlanoknak nem volt jó gazdája. Sajnos nagyon lepusztult állapotban vannak ezek az ingatlanok. Mindezok ellenére azt hiszem, hogy azok az ingatlanok, amelyek a város és a lakosság érdekeit szolgálják, és olyan komfort fokozattal vannak ellátva, azoknak a folyamatos karbantartása, felújítása szemünk előtt van. De azok az ingatlanoknak a felújítása, amely azt gondolom, hogy gazdaságtalannak tűnik, komfortfokozata messze elmarad a kor elvárásaitól, lehetőség szerint ezektől az önkormányzat meg kíván szabadulni. Nem hiszem, hogy ebben egyedülállók vagyunk, hiszen a bérlakás állományunk nem csökkent oly mértékben, amelyről a zuhanyhíradó szól. Megpróbálunk idősnek, fiatalnak és minden szociálisan rászorultnak kellő alternatívát nyújtani Dombaváron.